A vármegyei közgyűlés elnöke rutinos véradó, rendszeresen segít, és ezzel megmenti három ember társa életét. A rövid, de szakszerű előzetes vizsgálat után kezdődhet is a véradás. Molnár Krisztián mindenkit arra bíztat, ha teheti, adjon vért. Közismert, hogy sajnos a vérkészletekből országos hiány van, és a vérkészleteknek megvan az a specialitás, hogy nagyon rövid ideig lehet 5 napig maximum tárolni őket. Ezért minél fontosabb, hogy mindannyiunk, aki tud és egészséges 18 és 65 év közötti, az adjon vért. Minden évben kora tavasszal és ősz elején tartanak civil véradást a vármegye több pontján is. A civil véradás fontossága a társadalmi felelősségvállaláson van, hiszen emberi társadalmi felelősségünk, hogy segítsünk embertársainkon. Én azt gondolom, hogy civilként, önkéntesként fel kell hívni a figyelmet olyan tevékenységekre is, ami a mindennapokban azért annyira nincsen jelen még, tehát nincs annyira a köztudatban. Erre hívja fel a figyelmet a civil véradás. Ma a Dunaújvárosban tartottak véradást. Sárbogárdon, szeptember 18-án, 14 és 18 óra között a József Attila Művelődési Házban, Móron pedig szeptember 19-én az Erzsébet téri Művelődési Házban. 14-től 18 óráig várják a véradókat.